A szoptatás ideje az tulajdonképpen több tényezőtől függ. Az egyik tényező, hogy milyen állapotban van az anyakutya, milyen tejet képes tartósan előállítani, és hogy hány kölyök van az alomban. Minél kevesebb a kölyök, annál valószínűbb, hogy hosszú távon, akár a 8. hét végéig jó minőségű, elegendő tejet tud az anyakutya előállítani, és akkor ebből tápláljuk. Nyilván minél hosszabban tápláljuk, annál jobb. Tehát az anyakutya által előállított tej az optimális hőmérsékletű, optimális összetételű, és minden szempontból megfelel a kiskutyák életének a kezdetéhez. A mellétáplálás akkor kezdődik, amikor ez az arány billen, amikor a tej minősége kicsit higul, gyengül, és a kiskutyák már láthatóan éhesek és éheznek, nem elegendő ez az anyakutya által előállított tej, akkor kell mellétáplálni, és ez így bilibikóka szerűen nyilván a 8.-9. hétre teljesen átbillen az etetésre. Ilyenkor már mindenféle startertápokat használhatunk, amelyek erre valók, ennek a kornak az igényeit elégítik ki. Ezeket a tápokat tápszaküzletekben elérhetők és kaphatók, és ott felvilágosítást is kapunk, legtöbbször jó minőségű felvilágosítást is kapunk a higítási arányokról és egyebekről.